Sziasztok, szép napot kívánok nektek! Mára, hogy elindítom a videót, már fordul egy kép, mindegy, nem érdekel. Tehát, az a lényeg, hogy ugye lassan kezdem már kiezzelni a lovaimat, szépen lassan, azért még vissza van egy pár, de mindegy, nem ez a felső szempont, amire most ki szeretnék térni. Felfrissítettem egy picit a Starcoin készletemet, nem sokkal, de azért egy tízessel úgy megtoldottam azt az 1500-at, amennyim volt még szombat előtt. És arra gondoltam, hogy ennek örömére még szeretném két lóval bővíteni az istállómat, és arra gondoltam, hogy ezt most rátok bízom, hogy melyik ló legyen. Annyit fogok tenni, hogy megmutatok pár lovat, amikre én gondoltam, és azokra szavazzatok, hogy szerintetek melyiket vegyem meg. Becenevet is lehet nekik írni, és az érdekelne, hogy ha szavaztok, akkor miért pont az adott lóra szavaztok, mert engem ez is érdekel, tehát ne csak annyi, hogy most ezt vedd meg, sajt, hanem hogy mit tudom én azért, mert mondjuk vedd meg ezt a lovat, mert nekem mind a kettő megvan, és mind a kettőt szeretem. Tehát valami ilyesmit írjátok, hogy szerintetek az miért jó. Szóval az első egy quarter lenne, és én rágondoltam. Igaz, hogy már megvan ez a kékes paci ott mellette, de nekem ő is nagyon tetszik, és arra gondoltam, hogy őt is megvenném. Ő is már elég régóta húzódó dolog, de azért vagyok tanácstalan vele szemben, mert van egy másik ló, ami tetszik, és ő is ugyanúgy quarter modell, szóval nem tudom, hogy most őt vegyem meg, vagy a másikat, illetőleg mind a kettőt, mert hát kettő lovat tervezek venni, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor amelyikre a legtöbben szavaztok, akkor az lesz. Úgyhogy mutatom a következő lovat rögtön. Na, ide is értem Marley farmjára, ugyanis két ló is itt van, ami nekem tetszik, és meg szeretném venni. És lesznek itt olyan lovak, amikre azt mondtam, hogy a büdös életben nem venném meg. Szóval most mégis. Mert például ő az egyik nap, például hát rá nem mondtam volna soha erre a Toveróra, hogy itt ezt valaha meg fogom venni. Tehát én totál úgy voltam vele, hogy nekem nem tetszik, de egyre többet láttam így az utóbbi időben ilyen lovat, és tökre megtetszett, és így igazából biztos veletek is volt már olyan, hogy valamikor ez nem tetszett, de mit tudom én, utána egy hónappal később mégis. Szóval én rágondoltam, hogy esetleg őt venném meg, de még vele szemben is tanácstalan vagyok, tehát ő is egy olyan ló, amit esetleg szívesen megvennék. Illetve itt van a következő, vele szemben azért vagyok tanácstalan, mert annyi Mustangom van már, mint a nyűg. Tehát, ja, szóval, de őt is egyre többet látom, és szoktam nézni ilyen bevogyózott sörényen, és tetszik, és arra gondoltam, hogy esetleg még őt is esetleg megvenném, mert ugyebár megvan a tarka is, megvan a Pottos is, meg megvettem az újat, szóval van most pár Mustangom, és hát, ja. A következő az viszont, au, már megint beütöttem a kezem egy gyerekek, lassan már strigulázom kéne. Szóval, mutatom a következőt, az egy picit hosszabb procedúra lesz, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Na, úgy tűnik nem egyedül vagyok itt, igazából nem probléma. Most az a helyzet, hogy Fjordot is szeretnék venni, de el vagyok bizonytalanodva, hogy most vegyek vagy ne vegyek, mert. Szóval itt is két választás közül válogattam, de viszont arra jutottam, hogy inkább a szürkét venném meg, illetőleg a fehéret. Szóval őt venném meg, hogyha vennék is egy Fjordot. És hát igen, szóval kíváncsi lennék, úgyhogy rá is lehet szavazni, hogy esetleg őt is megvegyem. Mert igazából tetszik, tehát megvan ő is egyébként, ugye, őt már szerintem párszor láttátok videóba, de nem hiszem, hogy olyan sokszor, egyébként ő is megvan, illetve a Zoé karakteremen ő van meg. Őt nagyon szerettem, őt nagyon hamar kiedzettem, tehát szinte rekordidő alatt, és tehát vele nagyon meg voltam elégedve, imádtam a fjordokat egyébként, és hát illetve, igen, hát Mutyika ugyebár, úgyhogy ja. Szóval rá is lehet szavazni.
Na de, ugorjunk a következő pacóra. Na, most elég nagyot ugrottam, átjöttem új dombtetőre. Itt van a következő kiszemeltem, őt már nagyon régen kinéztem magamnak egyébként. És gondoltam is rá, hogy, hogy megveszem. Egyébként vicces, hogy Lipicaiból most csak 4 szín van, tehát szerintem ők még lehetett volna. Más. Na mindegy, szóval én őt néztem ki magamnak. Ő nagyon tetszik, és hát mivel az IF-nek ugye a Lipicai a klublóval, gondoltam, hogy így ebből a szempontból is jó lenne még egy Lipicai, hogy nem mindig a feketével mászkáljak. Úgyhogy rá is gondoltam, őt is már nagyon régóta tervezem megvenni. És van itt még egy pacó, aki nekem tetszik, és ez a legnagyobb vicc, hogy először nem tetszett, tehát ő nagyon, nagyon szívbemászó volt, nekem nem fülbemászó, hanem szívbemászó. Eleinte, amikor behozták, akkor nem tetszett. Tehát akkor egyáltalán nem tetszett, nem is akartam megvenni, mert hogyha már hogy néz ki. És egyre többet láttam videókban is, és tiszta, szép, és nem tudom, nekem nagyon megtetszett, és igazából gondoltam rá, hogy hát miért ne. Úgyhogy őt is szavazásra bocsátanám, mert nekem tetszik, és hát és nem tudok dönteni tényleg. Meg igazából az a helyzet, hogy Izlandiból például ő is megvan, a deres is megvan, a tarka is, egyedül ő nincs meg még talán, meg a szürke. Tehát ők ketten nincsenek meg, a többi, ja meg a túlvégen ez a másik izlandi, ő nincs még meg nekem. De hát a többi ugye az megvan. Szóval, ja. Szóval ezért vagyok tanácstalan, de őt is szavazásra bocsátom. Ne, nehéz lesz így. Na mindegy, még van pár ló, amit meg szeretnék nektek mutatni, úgyhogy tovább megyünk. Nos, én a következő, egy gyönyörű Frise sportló. Azért szeretném megvenni, mert ugye a másik Frise, ami nekem van, rendes Frise, ő inkább ilyen kékes, és engem általában szokott idegesíteni az, hogy egy csomóan olyan Frise-zel mászkálnak, ami ilyen igazi, sötét, fekete, és az is tetszik, de nem akarom megvenni, mert tudom, hogy már van egy kékes, szóval ebbe ilyen szempontból sem tudok dönteni, és döntésképtelen vagyok. Viszont ez a fajta sport Frise nekem már megvan animáció nélküli. Tehát ez az alapanimációval rendelkező, nem animáció nélküli. Szóval szóval alapmodellben nekem megvan, de elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne, hogyha animáltan is megvenném, mert amúgy gyönyörűen néz ki, és imádom, úgyhogy őt is szavazásra bocsátanám. Na, és akkor most beégetem magam. A következő lovat bocsátom ismét szavazásra. Ezt már csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy csak azért is kicsesztek velem, és rászavaztok, hogy vegyem meg, vagy lesznek normális szavazások is. Mondjuk vele se lenne bajom tulajdonképpen, mert ahogy így a színeit megnézem, néhány effekt, hogyha music videót csinálok, egészen jól jön neki. Szóval ilyen szempontból is már kíváncsi lennék rá, hogy néz ki. De hát, ja, szóval őt is szavazásra bocsátom, és másik Shire nem tetszik annyira, hogy esetleg azok, hogy esetleg másikat válasszak, mert ugye van más Shire-öm is. Tehát megvan már a deres, a fekete, a szürke, szóval úgyhogy most én őt választottam, mert ilyen egzotikus színe van. Ilyen, nem tudom, lehányták festékkel, vagy a franc se tudja. Szóval, ja, és már régen edzettem Shire-t is, úgyhogy nem is edzettem még Shire-t szerintem videóba. Legalábbis, ha edzettem is, akkor az nagyon régen volt. Úgyhogy, ja, tehát őt is szavazásra bocsátanám. Csak, hogy égessem magam. Úgyhogy, igen. Most azon gondolkodok, hogy egy ló van még. De hogy ezt megmutassam a gyerekek. Aj. Na jó, egy fene. Nos. Fekete arab terivé. Szóval nekem ő azért tetszik, mert nagyon szép fekete színe van, és hát én nagyon szeretem a fekete lovakat is. Tehát most újabban csak a fehéreket, meg a szürkéket néztem, és hát kéne ugye fekete is. És ugye hát nem mutattam nektek most fekete lovat a sportfrízen kívül.
Aztán hát én még ugye rá gondoltam, hogy ő is esetleg egy jó választás lehet. Csak hát ugye van már két arabom, szóval ezen erősen elgondolkodok, mert tulajdonképpen mindegyik fajtából van már. Jó toverót leszámítva, de na értitek, tehát quarter modell, én azokat egybe veszem mindig. Szóval ő lenne az utolsó, akit így megmutattam, hogy esetleg rá gondoltam még ezen kívül. Szóval, ja. Elvonultam a kriptába John Charles-ról megbeszélni, hogy melyik lovat vegyem, de azt mondta, hogy inkább rátok bízzam. Mert ő nem tud választani. Szóval, szerintem jövő hét péntekig lehet a pacikra szavazni, hogy melyik jöjjön haza velem. Kettőre lehet szavazni egyébként. Nem tudom, hogy szoros lesz-e, fogalmam sincs. Nem is mondom, hogy én melyikre tippelek, hogy melyik lesz melyik fogja kapni a legtöbb szavazatot, mert még én se tudom. Szóval, akkor várom a kommentjeiteket, hogy szerintetek melyiket vegyem meg. Aztán majd természetesen videóban mindenképpen ki fogom edzeni, meg ugye videóra is veszem majd, hogyha hazaviszem őket az istállóba. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és várom a kommenteket. Sziasztok!